És hát a Szent József, hogy őriz bennünket, erről Laci adja most egy-két gondolatot, friss élményeit fogja megosztani velünk. Igen, dicsértessék Jézus Krisztus. Hát azt kell tudni rólam, hogy én most vagyok először itt Málomba, meg itt ebbe a templomba. GPS-szel jöttem, ahol merre vezetett, szépen beálltam, és mivel nem úgy, ahogy szoktam, hogy, hanem fölhívtam a sógornőmet, hogy otthon vannak-e, délután elmegyek hozzájuk, kiszálltam, István atyával találkoztam, másik István atyával találkoztam, és ekkor jön a hír, hogy az én autóm önállósította magát, és hátrafele megindult végig, hát nem tudom, szerintem ez 100 méter, vagy nem tudom mennyi, tehát itt az utca elejétől az utca közepéig, ugye mellette autók, ott volt az István atya autó, és azt is kihagyta, a másikat is kihagyta, minden autót kikerült, és hát fennakadt egy kis kerítésen, és hát úgy belement a virágágyásba. Na hát, hál' Istennek személyi sérülés nem történt, autókárban nem okoztam kárt, az enyémbe se lett kár. Hát most azok szegények, azoknak lett kár, úgyhogy megadtam a telefonszámomat, és mondtam, hogy hát amennyibe kerül, majd küldjék el a számlaszámot, és elküldöm. De én ezt éltem meg, amiről István atya beszélt, hogy a Szent József a mi őrzőnk. Hát ennyire, most volt dolga. Most tényleg volt dolga, és mielőtt ez történt volna, még mondtam is az atyáknak, mondom, hogy először vagyok ebbe a templomba, Jáki Teudoz atya mindig azt mondta, amelyik templomba először mész be, három dolgot kérhetsz. Na hát még nem is tudtam kérni semmit, mert mindjárt meg is kaptam, úgyhogy én ezt köszönöm a jó Istennek és a Szent Józsefnek a közben járása. Azért gondoltam ezt elmondani, mert lehet, hogy valaki ezt látta, hallott, és a végén már az lesz, hogy elütöttem valakit, jó? Igen, mi is megérkeztem, akkor itt a játszótéren jön, hogy mondja, hogy atya, húzza be a kéziféket. Mondom, én mindig beszoktam húzni az ő meglés, mert az egyik atyának a kocsija visszagorul, tehát őrizzen bennünket, Szent József.